Szevasztok, Peti vagyok, és az Avagroup Media csatornát nézitek. Itt az ideje a következő videónak, melyben szétszedjük ezt a Seagate Business Storage 2 Bay NAS-t, tehát ezt a régi hálózati meghajtót, ami tönkre ment. Ha érdekel a rész, maradjatok velünk! Kezdjük neki, nézzük meg, hogy mit lát ez a kamera a történésből. Tehát akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki ez az eszköz. Van neki egy tápja, amit nem fogok eldobni, mert még akármire is jó. Tehát ez a táp 12 voltot és 4 ampert ad le. Nem nagyon tudjátok elolvasni. Tehát így néz ki a NAS. Ugye van neki egy USB csatlakozó, amivel még külső merevlemezt hozzá lehetne adni plusz meghajtóként. Redundáns hálózati bemenete van, a távbemenet, azon kívül meg csak por. Az elején pedig bemegy a két Winchester, illetve itt fönt látható, ha van ilyen USM, tehát ez egy ilyen gyorsan csatlakozható meghajtótok, akkor azonnal lehet backupot csinálni. Például nagyon professzionális digitális kamerákban volt ilyen meghajtó, kiúsztad a kamerából, bedugtad ide, és már másolta is át a cuccokat. Jó, na belenézünk, akkor gyakorlatilag két teljesen standard SATA 3-as csatlakozó van az eszköz alján, és az elején van egy power button, illetve egy szinkronizálást indító gomb, és még egy USB port, ahol még egy Winchestert lehetne hozzá csatlakoztatni USB 3.0-val. Akkor azt mondom, hogy kapjuk szét, megint csak a kedvenc bürtös csavarhúzó készletünket használjuk, és szerintem ide ez a bit lesz a jó. Van. Az eszköz hátulján igazából három csavar tartja a fő borítást. Csavarokat megint csak eldobjuk, hisz az eszköz ezután, a szétszerelés után megy a kukába. Így. Ni. Tehát dobozban nincsen semmi speciális, egy fekete lemez. A NAS-ban pedig itt alul, fú de poros, na ezt majd mindjárt megtakarítjuk, gyakorlatilag nagy üres tér, ami a Winchesterek fogadására való, és alul látható a föl alaplap, ami gyakorlatilag egy számítógép, egy leegyszerűsített Linuxos számítógépet láthatunk itt alul. Itt fölül pedig az USM meghajtónak a foglalata, na majd mindjárt azt is leszereljük. Hátul látható még két csavar, és ha jól sejtem, akkor ezzel a két csavarral ki lehet húzni gyakorlatilag mint egy fiókkal az egész alaplapot, de ez mindjárt kiderül. Ugye a Winchesterek sima SATA csatlakozókkal vannak hozzá kapcsolva az alaplaphoz, valamint a táp az ezekkel a hát majdnem Molex csatlakozókkal van. USMT meghajtó is sima SATA kábellel csatlakozik. A tápkábel, és ez itt pedig a kábel a hátán lévő ventilátorhoz.
Így van, és miután kiszedtük ezt a két csavart hátulról, az egész alaplap gyakorlatilag, mint egy fiók, kijön a számítógépből, akarom mondani a NAS-ból. Ezzel majd mindjárt foglalkozunk. Akkor most szedjük le az USM csatlakozót. Kis kínaiak nagyon viccesen El Capitan modulnak nevezték el ezt a nyáklapot, ami ugye az USM csatlakozó. Gyakorlatilag mind a két vége sima SATA csatlakozó, némi kis áramkörrel rajta. Ugye az eszköz elején egy sima műanyag borítás van, ami ezzel a négy klipszel csatlakozik a házhoz. Rajta ez a kis műanyag ajtó, illetve különböző biztonsági feliratok. Nincs benne semmi atomfizika. Ha kérdezitek, hogy mik ezek a meghosszabbítások itt, akkor majd visszatérünk rá a alaplap vizsgálatakor. Ugye ezek a gombok világítanak, ugyanakkor eléggé messze vannak az alaplaptól. Az alaplap megfelelő végén van egy LED, ami az egyik részén fényt ad, hogy világítsanak a gombok, másrészt pedig ezek a gombok mozognak, és gyakorlatilag ezzel lehet bizgerálni az alaplapon lévő kis kapcsolót. Nos, én még szeretném megmenteni a házban lévő ventilátort, úgyhogy szétszedjük a ház hátsó oldalát is, hogy hozzáférjünk. Így mi? Tehát itt látható a két sima SATA csatlakozó, amibe ugye a fiókkal bedugott Winchester csatlakozik. Ott látható benn a jó poros ventilátor. Érdekesség a dolognak, hogy ilyen pici ventilátor van benne, mégis sohasem melegedett túl az eszköz. Ezek a műanyagba fogó csavarok elég jól tartják magukat. Nehéz kicsavarni. És megmentettük a 12 voltos ventilátort, hogy mi lesz a sorsa, azt még nem tudom, de eldobni kár, hisz működik. Úgyhogy ennyi a háza ennek a NAS-nak, ezzel már nem nagyon tudunk mit kezdeni, simán eldobjuk. És akkor eljutottunk magához az alaplaphoz, ami, mint mondtam, gyakorlatilag egy Linuxos számítógép, vissza ezekhez a ledekhez, tehát itt látható a kis SMD LED alul, ami világított, és a felső pöcök pedig nyomta ezeket a gombokat, ott is egy SMD LED, valamint itt is kettő, ugye az egyik a Power LED, a másik pedig a Winchester aktivitás jelző ledecske. Tehát, mint mondtam, ez egy Linuxos számítógép. Nagyon könnyen látszik, hogy itt van a processzor, a SATA adat kapcsolók, vagy hát csatlakozók, itt a táp csatlakozók, ventilátornak a csatlakozója, tápcsatlakozó a felső UMS SATA-s meghajtóhoz. Különböző Samsung chippeket látunk, de szerintem a legkíváncsiabbak a processzorra vagyunk, úgyhogy szabadítsuk ki. Hűtőborda rá van ragasztva a processzor tetejére. Nem jött le olyan könnyen. Ugye ez a ragasztó egyben magát a fővezető szilikon szerepét is átveszi,
és láthatjuk, hogy egy kavium nagyon csillog, talán így, egy kavium ekóna processzor van a chipen, vagy az alaplapon. Próbáljuk meg leemelni róla. Itt látható, hogy a processzor rengeteg ilyen kis érintkezővel csatlakozik az alaplaphoz. Az történt, hogy az egyik Winchester először elfelejtette, hogy mi van rajta, majd szépen lassan meghalt a másik Winchester is. Itt az egyik SATA port mögött található némi megfolyás, nehéz megítélni, hogy ez a gyártásból adódik-e, vagy túlmelegedett rajta valami, és itt is van egy kis megégés a nyákon. Ez az elem arra szolgál, hogy a alaplapon lévő rendszer ne felejtse el, hogy mennyi az idő, hogyha hosszabb ideig nincsen bedugva, illetve a beállításokat se felejtse el azonnal. Ugye hát mi történik itt az alaplapon? Egyrészt itt bejön a 12 volt, ezek az induktorok mind feszültségszabályozásra vannak, és innen jönnek ki a tápáramkörök, itt látszik a nagy negatív pólus, tehát ezek mind innen kapják az áramot, illetve a processzor is. Van két szimmetrikus Ethernet vezérlőnk, tehát két ugyanolyan chip, kétszer, ami itt van. Jól látható, hogy a két SATA vezérlő áramkörök ebbe a chipbe futnak vele, tehát ő vezérli a Winchestereket, és ez a két chip pedig a memória. És ahogy a Armageddonból tudjuk, itt a felirat amerikai alkatrész, orosz alkatrész, mindegyik Made in Taiwan. Úgyhogy ennyi volt ez a rövid kerész mára, ha tetszett, nyomjátok meg a like gombot, iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk legközelebb. Sziasztok!